figyeli a gyors ajtókat. 5 trafiboxot telepített az önkormányzat Nyírbátorban. Motoroz velünk, vezetéstechnikai tréninget szervez a Vármegyei Rendőrség a motorosok számára. 7-ek lettek a kék cápák, az Újbuda MAFC ellen vív 2 nyert meccsig tartó párharcot a legjobb 4 közé jutásért a Nyíregyháza. Nyírbátor összes bevezető útjára telepített trafiboxokat az önkormányzat. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Az 5 eszköz kiépítése több mint 30 millió forintba került a városnak. A trafiboxokat felváltva használja majd a rendőrség. Az önkormányzat célja a fejlesztéssel a gyorshajtók és a balesetek számának csökkentése. Itt éppen a közeledő járművek sebességét mérik a rendőrök Nyírbátor egyik bevezető szakaszán. A kamerát egy erre a célra kialakított trafiboxban helyezték el, amelyből összesen 5-öt telepítettek a városban. Nyírbátor elhelyezkedése adja választ arra, hogy miért egyszerre 5 trafiboxot telepítettünk. A városon több fő úthalat keresztül és a határ felől Románia irányából is az autópálya felé nagyon nagy a forgalom. Nem nagyon tudtunk volna különbséget tenni, hogy melyik utca igazából a problémás, ezért a képviselőtestület úgy döntött, hogy egyszerre mind az 5 bevezető út mellett megépíti ezt a trafibox készüléket, és majd a rendőrség szakmai bölcsességére bízza, hogy a készülékeket hogyan helyezi el, tehát a mérőberendezéseket éppen melyik út mellett melyik dobozban helyezik el, hogyan változtatják. Mi ebben a szakmai álláspont, ez már nem a mi feladatunk, és azt gondoltuk, hogy így tudjuk azt is jelezni a lakosság számára, és tudjuk azt is jelezni a környéken élők számára, hogy Nyírbátorban innentől kezdve a legegyszerűbb megoldás, ha mindenki betartja a sebességhatárokat. Az eszközök telepítésének összege meghaladta a 30 millió forintot, a fejlesztés azonban még nem ért véget teljesen. Nagyjából egy ilyen 30-40 millió forintba került, ugye itt minősített trafiboxokat kell megvásárolni, tehát itt a rendőrség által meghatározott feltételeknek kell megfelelni. Ugyanakkor olyan fejlesztéseket is megvalósítottunk, hogy nem egyszerűen letelepítettük ezeket a készülékeket, hanem megfelelő védelmet is szerettünk volna ezeknek a dobozoknak biztosítani. És hát még mindig lesz feladatunk, mert jelenleg akkumulátorokkal fognak működni a készülékek, az áram, a folyamatos áram betáplálása, kiépítése még folyamatban van. Ezért mondjuk azt, hogy nagyjából egy ilyen készüléknek a telepítése olyan 7 millió forint körül van. A trafiboxokat felváltva használják a rendőrök. A tapasztalat azonban az, hogy legtöbbször ez is elég visszatartó erő a gyorshajtók számára. Itt az eszközöket felváltva fogjuk belerakni, amikor kiszámíthatatlanságot veszük alapul, természetesen az állampolgárok ne tudják kiszámítani, hogy most van benne vagy nincs benne. Önmagában az, hogy van egy trafibox kirakva és látják azt, ha üres, ha nem, akkor is már ez egy visszatartó erő, úgy gondolom egy forgalomlassító jellege mindenképp megvan, ezáltal baleset megelőző jellege is természetesen, és ezt majd a kollégák mindig a megfelelő időben tudják változtatni, akár óránként, akár másfél-két óránként, ahogy nekik tetszik, úgymond ki kell tapasztalni azt, hogy mikor még időszakra frekventált adott útszakaszon, a Nyírbátorba telepített 5 trafiboxszal együtt most már összesen 8 ilyen eszköz található a vármegye területén. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a korábban Nyíregyházán, Leveleken és Újfehértón is kiépített trafiboxok hatására csökkent a gyorshajtók és a balesetek száma. Próbavásárlással jutottak 3,5 kg Cyril betűs érvényes forgalomba hozatali és felhasználási engedéllyel nem rendelkező növényvédőszerhez egy magánszemélytől a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal ellenőrei. Az akció további ellenőrzés követte Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, végül több mint 30 kg kockázatosnak számító növényvédőszert vont ki a forgalomból a hatóság. A próbavásárlás egy további helyszínre is elvezette a felügyelőket, ahol egyéb növényvédőszerek ellenőrzésére is sor került. A két vizsgálat végül összesen 32 kg növényvédőszer forgalomból való kivonásával, forgalmazásának és felhasználásának megtiltásával, valamint záralávételével zárult. A forgalomból kivont termékek mennyisége megközelítőleg 100 hektár növényi kultúra kezelésére lett volna elegendő. Az eljárás és a bírság megállapítása még folyamatban van. Még lehet regisztrálni a Motoroz velünk tréningre. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőrfőkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága idén is megszervezi a biztonságos motorozásra ösztönző rendezvényét. Az érdeklődők április 11-éig e-mailben jelezhetik részvételi szándékukat, a programot pedig 13-án a Nyírpláza parkolójában tartják majd.
Akadálykerülés és egyensúlygyakorlatok. Motorosoknak szervez tréninget a Vármegyei Rendőrfőkapitányság. A rendezvényen a vezetéstechnikai ismereteket elméletben és gyakorlatban is felfrissíthetik a motorkerékpárral közlekedők. Évek óta bevett programunk az, hogy az érdeklődőket, a regisztrált személyeket egy közlekedési kreszteszttel várjuk, hiszen elsőként nekik kell felkészülni. Sajnos szükség szokott arra is lenni, hogy ezt a kreszttesztet együtt átbeszéljük, bizonyos pontokat világossá tegyünk, és hát megpróbáljuk ezt a kreszttesztet úgy kialakítani, úgy összehozni, hogy életszerű legyen. Tehát nem olyan kérdéseket teszünk fel, ami elméleti, hanem inkább ami gyakorlati kérdés. Ha ezt sikeresen abszolválták a résztvevők, akkor motorra pattannak, és a rendőrmotoros kollégáink segítségével az ő felkészítő programjuk elemeit felhasználva elkezdik a pálya begyakorlását, először kis sebességgel, majd egyre nagyobb sebességgel, és hát érdekes dolog, hogy amit az első körben bújákat mondjuk 20 km/h tudtak megoldani, azt a végén már akár 40-50 km/h is meg tudják oldani, tehát szükséges az, hogy érezzék a motort, tudják a technikáját, tudják például a fékezési technikákat, első-hátsó fék elosztása, használata, tehát nagyon sok olyan apróság van, amit a kollégák nagyon szívesen elmondanak a többi motoros biztonság érdekében. A Motorozz velünk című kampányt negyedik alkalommal szervezi meg a Vármegyei Rendőrség. Nyilvánvalóan egy motoros közlekedés fokozott veszélyeket rejt magában, hiszen ők a védtelen közlekedők körébe tartoznak. Nagyon kevés olyan eszköz van, ami őket védi, viszont azok közül van, ami kötelező. Ezt is ellenőrizni fogjuk egyébként, és hát természetesen minden közlekedő biztonságát fontosnak tartjuk. Most például ezen a két keréken közlekedőkre fókuszálunk, de hát természetesen egyéb programjainkban a gyalogosokra, a gépjárművezetőkre, tehát mindenkire célzottan megpróbálunk valamiféle figyelmet fordítani. A Motorozz velünk tréningre április 11-éig a balesetmegelőzés@szabolcs.polisz.hu e-mail címen lehet jelentkezni. Az eseményt április 13-án a Nyír Pláza parkolójában rendezik meg. A részvétel ingyenes, de a rendezvényen csak az első 60 regisztrált teheti próbára tudását. Az erős szél miatt több helyszínen volt szükség tűzoltói beavatkozásra kedden Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A 4106-os úton Nyírkarásznál, a 4117-es úton Olcsvánál, valamint a 4924-esen Csengerújfalunál félpályás útzárat képezett egy-egy úttestre dőlt fa. Lehasadt faágak veszélyeztették és akadályozták a forgalmat a Nyíregyházi Kert és Selyem utcán, valamint Nyírgyulaj térségében a 493-as úton. A szél a Nyírgyulai Mártérok útján egy használaton kívüli magtár tető szerkezetét és kéményét bontotta meg. A nyíregyházi Mártérok terén egy épület cserepeit mozdította el. A helyszíneken a Bakta Lórendházi, nyíregyházi, nyírbátori hivatásos, valamint a Vásárosnaményi és a Csengeri önkormányzati tűzoltók avatkoztak be. Honvédelemhez kapcsolódó élményközpontú feladatokat teljesítettek 7.-8. osztályos diákok a tiszavasvári városi sportcsarnokban. A Honvédelmi Sportszövetség által rendezett Bátrak Ligája honvédelmi jellegű sportvetélkedőn 10 együttes mérte összetudását. A győztes kabai csapata júniusban Budapesten képviseli majd a vármegyét az országos döntőben. Izgalmas feladatokat teljesíthettek a diákok a tiszavasvári sportcsarnokban. Akadálypálya, mátrixfutás, vívás, íjászat, lézeres lövészet, autószimulátor és logikai feladatok sora várta a honvédelmi jellegű sportversenyre jelentkező csapatokat. Az ilyen találkozások, az ilyen versenyek, azok a fiatalokban fölébresztik a kedvet a katonai hivatás iránt is. Nyilván úgy szervezzük ezeket a versenyeket, a Bátrak Ligáját is, és a többi versenyeinket is, hogy kadétok is jelent vannak, tehát középiskolás fiatalok is találkoznak a 8-os, 7-es általános iskolásokkal, akik egyébként a pályaválasztás előtt állnak. És én bízom benne, hogy azok a kadétok, akik egyébként itt vannak, és a többi helyszínen is, ezen találkozás alkalmával pozitív képet tudnak alkotni és mutatni a fiatalok számára a Magyar Honvédségről. A verseny nem titkolt célja a honvédelmi utánpótlás biztosítása. Ez a rendezvény tulajdonképpen a kadétképzés előszobájának is mondható. A diákok megismerhetik, hogy a későbbiekben milyen képességekre van szükség a honvédelem munkájánál.
Örömömre szolgál, hogy Tiszavasváriban is megrendezésre kerül. Én már, ha jól tudom, 45. alkalommal. Én úgy hiszem, hogy a fiatalságnak a fegyelemre, a sportra való nevelése az rendkívül fontos, hiszen látjuk azt, hogy a mai világ az hogyan alakult, tehát vagyis, hogy a jelenlegi világ az hogyan néz ki. Nagyon sokat törődnek az emberek mással, mint a sport, az egészséges életmód, és inkább ülnek a kütyük előtt, vagy hanyagolják el a mozgást. Én azt hiszem, hogy a Bátrak Ligája, az a sportrendezvény, ez kicsit átformálja a fiatalok gondolkodásmódját, felhívja a figyelmet arra, hogy fontos a közösségben gondolkodás, a sport, az egészséges életmód, és talán kedvet is kapnak majd a jövőre nézve a honvédelemhez. A meghívott csapatok párhuzamosan hajtották végre a feladatokat. Minden állomáson közel fél óra állt rendelkezésükre, hogy legjobb tudásuk szerint teljesítsék a pályát. Így 10 csapat verseng, gyakorlatilag a hazafias érzés, az állóképesség növelése, akadályverseny van, és a közösségi érzés megteremtése, hogy a fiataljaink megfelelő erőlénttel rendelkezzenek, akkor, amikor felnőttek lesznek és döntenek úgy, hogy esetleg beállnak a hadseregbe. A vetélkedő résztvevő minden intézmény 50 000 forintos sportvásárlási utalványt vihetett haza, továbbá a résztvevő diákok ajándékcsomagokat is kaptak. Az első helyezett a tiszavasvári Kabai János általános iskola sárga csapata lett, akik érmet, kupát és további 200 000 forint értékű utalványt nyertek. Az országos döntőt júniusban Budapesten rendezik meg. Jó ütemben halad Nyíregyházán az Ószőlő, a Fürdő és a Berenát utca felújítása. Az Ószőlő utcán ezen a héten a csapadékcsatorna víznyelő aknáit bontják és építik. Folyamatban van a kiemelt szegély építése. A Fürdő utcán a csapadékcsatorna esetében új aknák építése várható az új gerincen, a Berenát utcán pedig a kiemelt szegély építése kezdődött el. Mindhárom utca esetében várható szombati munkavégzés 8 és 16 óra között. A forgalom a Berenát és Fürdő utcán a munkavégzéssel érintett szakaszon félsávon haladhat majd, az Ószőlő utcán pedig továbbra is egyirányúsítás van érvényben a Garibaldi utca felől a Csalóköz irányába. 25 divat stílus és jelmeztervező szakos diák dolgozott a 48 darabos kollekció elkészítésén a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumban. A több mint fél éves munka eredményét egy látványos, dinamikus show műsor keretein belül mutatták be. A kollekciót madarak ihlették, megjelent többek között a tukán és a boldogság kék madara is. Látványos nyitány vezette fel a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium idei divat bemutató showját. Már a táncos ruháját is tollak díszítették, illeszkedve ezzel a kollekció tematikájához, a madarakhoz. Már nyári feladatként is motívumokat kellett gyűjteniük a diákoknak, hogy aztán a madaraktól elvonatkoztatva, de azok forma és színvilágát megtartva megalkossák a kollekciót. A gyűjtést szeptemberben a tervezés követte. Most sokkal jobb helyzetben voltunk, mint tavaly, mert tavaly igazából ilyen újrahasznosított anyagokból, papírokból dolgoztunk. Idén viszont már rendelkezésünkre állt rengeteg anyag, és ez nagy részben annak köszönhetjük, hogy a tavalyi divatbemutatónk sikere elért az emberekhez, és rengeteg adományt kaptunk, varodák adtak több méter anyagokat, magánszemélyek, ruhákat, bundákat, amelyeket szét lehetett szedni, úgyhogy, és a tankerülettől is most kaptunk anyagi támogatást, úgyhogy ez most egy sokkal nagyobb, sokkal gazdagabb anyagokkal dolgozó bemutatóra sikerült. És nem csak végzősök vettek részt a munkában. Összesen 25 divat stílus és jelmeztervező szakos diák dolgozott a 48 darabos kollekció elkészítésén, de ettől jóval több tervet készítettek. Nálam a Bobby Tesszajkó volt, amit választottam, és arra készítettem 3 tervet. Ezek időközben átalakultak, és sok más változtatás is volt rajta, viszont mindegyiknek ugye a témája a kék madár volt, és hogy a szárnya ilyen patchwork-szerűen egymásra épülve épül fel, és ezt jelenítettem meg a ruhákba is a különböző helyeken, valamelyiknek a szárnyán, a szoknyáján, akkor a felsőjén. Ugye a madárnak a teteje az ilyen
és nem tudom, az egekben nyúló, és az jelenik meg a kapucnis ruhámon is, és ennek az ilyen bevágdosásai vagy megredőzései jelennek meg szintén az egyik szoknyán, akkor a másiknak az ujján. Ezeket a ruhákat pedig szívesen és büszkén viselték a modellek. A Katica teljesen úgy alakította a ruhákat, hogy minél komfortosabb legyen, hogy igazán jól érezzem magam benne, és most, mikor kiálltam a kifutón, egy ilyen hatalmas nagy magabiztosságot adott, és minden korábbi félelmem elmúlt igazából, mert annyira próbált figyelni minden egyes igényemre, plusz megvalósítani teljesen a madarat bennem. Volt, aki a boldogság kék madara helyett egy exotikusabb fajtát választott, a tukánt. Azért ezt a madarat, mert nagyon-nagyon tetszett a csőre, ilyen nagy csőrű madár, sárga, nagyon fura, és nem, hát Magyarországon nem található meg, szóval nagyon tetszik. A ruhákon próbáltam színeiben is megvalósítani, illetve van egy mellény itt mögöttem, amin látszódik maga a madár. Ilyen, hát a színei az nem pont ugyanazok, de igen, a formája igen. A divat bemutató és annak előkészületei arra is lehetőséget biztosítanak, hogy a diákok számára körvonalazódjon a divat szakma, mely irányában szeretnék folytatni tanulmányaikat. Bejutott a Magyar Kupában a legjobb négy közé a kisvárdai futballcsapat. Feckó Tamás együttese hazai pályán az első fél időben 2 gólos előnyt szerzett az MTK Budapest ellen. A második játék részben a fővárosiak egyenlítettek, de a 90. percben a Kisvárda megszerezte a 3-2-es győzelmet, és egyben a továbbjutást jelentő gólt. Győzelemmel zárta az alapszakaszt a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák az NB1B piros csoportjának 26. fordulójában a TF Budapest csapatát verték 71-65-re. A Nyíregyháza a 7. helyen végzett, így a 2. Újbuda Mavc ellen vív 2 nyert meccsig tartó párharcot a legjobb 4 közé jutásért. A végső Bálintot sérülés miatt nélkülöző hazaiak kezdték jobban a mérkőzést, az első negyedet 29-9-re nyerte a Nyíregyháza. A folytatásban kapaszkodni kezdtek a fővárosiak, akik a nagyszünetig 4 pontot tudtak ledolgozni hátrányukból. Fordulás után tovább zárkózott a TF Budapest, a 4. negyed derekán már csak 4 pont volt a 2 csapat közötti különbség. A hazaiak azonban újítani tudtak, és a hajrában szerzett kosaraknak köszönhetően győzelemmel zárták az alapszakaszt. Ezt a meccs bebizonyított, mennyi ez fontos a magyar fiatal játékos szabály. Nem ezért, mert egyik jó játszik, másik rosszabb. Szerkezetileg, mikor baj van, nem lehet váltani. Nagyon tudtok, hogy a végső Bálint az első számú, és pont ilyen poszton, ami erre meccsnek kell. Elején nagyon szépen játszottunk, úgy, ahogy kell rájátszásból játszani, de szerintem most olyan, mióta nyertünk 10-szor, olyan másképp ez, mikor játszunk egy ilyen csapat ellen, kötelező nyerni, és kötelező jó játszani, és mint a Miskolc, a Hornis pont, TF ez egy jó csapat, bebizonyítod, hogy a rájátszásban van. Ezt a csapat nagyon kellemetlen szerkezetre játszunk. Megoldottuk elején az, amit probléma volt Andát és a magasságát. A vendégek megbízott vezetőedzője szerint számukra csak a 2. negyedben kezdődött el a mérkőzés. Úgy érkeztünk meg Nyíregyházára, hogy szeretnénk a 6. helyet megszerezni, ugye ez csak győzelemmel lehetett. Ezt képest meghoztuk meg a nyuszit úgy gondolom Nyíregyházára egy 20 pontos előnnyel. Onnantól kezdve viszont 3-4-et tudtunk nyerni, úgy nehéz ugye mérkőzést nyerni, hogy 17 rádobással több van a csapatnak, mert engedtünk 24 támadó lepattanót a Nyíregyházának. Szerintem egy nagyon küzdős férfias mérkőzést látott, aki kilátogatott így húsvét vasárnap. Nem feltétlenül a pontdobás miatt, de egy férfias mérkőzést sikerült játszanunk. Tarján Izsák 11 pontot szerzett a mérkőzésen. A játékos bízik abban, hogy az első negyedben mutatott játékukat meg tudják ismételni a folytatásban is. Minden csapatot szerintem ebben a bajnokságban meg tudunk fogni egy ilyen kezdéssel.
csak ahhoz folytatni is kéne. Tehát az első negyedben egy pofont lekentük az ellenfélnek, amit utána folyamatosan kaptunk vissza. Tehát három negyeden keresztül hagytuk őket kapaszkodni, ami most belefért, mert szerencsénk volt, és úgy jött ki, hogy meg tudtuk tartani a TF-et, és be tudtuk húzni ezt a fontos győzelmet, viszont lehet, hogy legközelebb már nem lesz a lehetőségünk, tehát a playoff alatt mindenképpen jobban oda kell tennünk magunkat egész meccsen. Az alapszakasz záró fordulójának további eredményei a következők: Salgótarján Cegléd 90-99, Újbudamafsz Óbudai Kaszások 98-79, Jászberény Deac 23-80-42, Fót Meafc 96-73, BKG Prima Akadémia Budafok 86-67 és Vasas Akadémia Pécsi VSK 59-65. Az alapszakaszt a Pécs nyerte 23 győzelemmel és 3 vereséggel. A 12-14-es mutatóval 7. Nyíregyháza, a 2. Újbudamafsz ellen játszik 2 győzelemig tartó párharcot a legjobb 4 közékerülésért. Híradónk végére értünk, úgyhogy nézzük főpíreinket még egyszer röviden. Nyírbátor összes bevezető útjára telepített trafiboxokat az önkormányzat. Az 5 eszköz kiépítése több mint 30 millió forintba került a városnak. A trafiboxokat felváltva használja majd a rendőrség. Az önkormányzat célja a fejlesztéssel a gyorshajtók és a balesetek számának csökkentése. Még lehet regisztrálni a Motorozz velünk tréningre. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottsága idén is megszervezi a biztonságos motorozásra ösztönző rendezvényét. Az érdeklődők április 11-ig e-mailben jelezhetik részvételi szándékukat. A programot 13-án a Nyír Pláza parkolójában tartják majd. A Honvédelmi Sportszövetség az idei tanévben is megrendezte a Bátrak Ligája honvédelmi jellegű sportvetélkedő versenyét. A struktúra kialakításánál fontos szempontként tekintettek arra, hogy a 7-8 osztályos diákoknak élményközpontú, mindenki számára teljesíthető, honvédelemhez köthető versenyszámokat állítsanak össze. Kedves nézőink, április 3-án szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták friss hírműsorral csütörtök este. Jelentkezünk, addig is várjon Önöket a weboldalunk, ahol folyamatosan frissítjük a tartalmat. Én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön a több órás napsütés mellett változóan felhős lesz az ég. Napközben néhol előfordulhat kisebb zápor. Késő estétől az északi megyékben akár több helyen is eleredhet az eső. A nyugati szél élénk, kevés helyen erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 15 és 17 fok között alakul.